Nálunk odahaza ismeretlen dolog volt a nyári befőzés. A mi kamránk mindig üres volt. A dolog Róza néni nevéhez fűződik. Róza néni szakácsnő volt nálunk. Volt egy terve, ezzel akarta egy csapásra megtörni a család ellenállását, felszámolni a krónikus háztartási zűrzavart, és bebizonyítani, hogy mégiscsak jobb rendes embernek lenni. Szóval ő találta ki, hogy lekvárt fogunk főzni, barack lekvárt. Egyik forró nyári kora délután fölkerekedtünk Róza nénivel, kosarakat, hátizsákot is vittünk. Mi magunk szedtük le a fáról a gyümölcsöt. Összesen, ha jól emlékszem, 15 kilót vittünk. Abban az évben nagyszerű termés volt, a barack ára lezuhant. Hiszen ha nem így van, föl sem merülhetett volna nálunk ez az egész lekvár terv. Nagyobb gond volt a cukor, mert az idén sem lett olcsóbb a mi kedvünkért, és Róza néni úgy akarta, jó vastag édesen, hogy egy kiló gyümölcsre egy kiló cukor. Nem is futotta az erre takarékolt pénzből, két pengővel meg kellett toldania a magáéból, de aztán szalicil is került, és végre minden együtt volt. Szüleim délután mindig elmentek hazulról. Vacsoráig milyen volt a pálya. Róza néni tüstént neki is állt. Még egyszer átválogatta a gyümölcsöt, vizet melegített, s mikor lobogott, bele a barackot. Most meg kellett várni, amíg újra felfor, rögtön ki az egészet szitákra rakni, hogy a víz lecsurogjon róla. Alig, hogy meghűlt, lehetett hámozni. Róza néni egy kis ezüstkéssel ügyesen vékonyan húzta le a bőrét, de a gyümölcsöt nem passzírozta át, ahogy némely háztartásban szokás, csak ketté vágta, és kimagozta, hogy szép szálas eres maradjon. Volt egy nagy cseréptálunk, meg egy porcelán leveses tálunk, azokba mind belefért. Szép rétegesen rakta, a barackra egy sor kristálycukrot, megint barackot, és így tovább. Legfelül aztán újra vastagon megszórta cukorral, egész púposra, hogy csak úgy csillogott akár a jéghegy. Majd kendővel letakarta, és betette a saját szobácskájába, a konyha mellett, ott jó rejtekben lesz, meg árnyékban, hűvösen is a kőpadlón. Másnap alig vártuk már a délutánt. Szüleim 5 óra után végre lementek a kávéházba, s Róza néni előhozta a tálakat. A cukor addigra tökéletesen szétolvadt. Aranysárga, mézes, vastag, jó szagú lében fürdött a királyi gyümölcs. Újra beleöntöttük a 20 literes lábosba, olyan széles volt, hogy a gáz két lángja elfért alatta. De így is eltartott vagy 3/4 órát, amíg lassú tűzön, lassan kavarva forni kezdett halk bugyogással. Róza néni kávéskanállal kikivett a fortyogó masszából, nyelvehegyén megkóstolgatta, aztán a barackmag megtisztított mandulájából dobott belé egy marokkal. Majd egy kevés szalicilt szórt a lekvárba, hogy a nyírkos őszön meg ne penészedjék. Elkeverte, utoljára fölforralta, s akkor egyszerre csak azt mondta, most jó. Kész volt, gyorsan át kellett mérni a gőzön előmelegített üvegekbe, hártyapapírral, vékony zsineggel lekötni, és azonnal be, egymás után Tomi ágyába a gyerekszobában, rá a nagy, súlyos téli dunyhát, hadd forjon, gőzölődjék ott tovább magában. Szüleim este 8 után érkeztek haza vacsorára, vendégeket is hoztak. Reggel az ágy, amelybe tegnap az üvegeket dugtuk, üres volt, a dunyha fölhajtva. A szobában nyírkosan ült a füst, savanykás, hűvös szaga. A hamutartok színültig teli cigaretta végekkel. A zongora nyitva, a székek széttologatva, mosatlan poharak, tányérok, evőeszköz. És ott voltak, igen, a lekváros üvegek, ott volt mindegyik üveg. Ez üresen, az félig kikanalazva, amaz szétrepedve, kifolyva a terítőre, de mind felszakítva, megkezdve. Egy üveg az asztal alatt eldőlve, egy a zongorán odaragadva, de az is üresen, benne egy kevés hamu. Halkan kimentem a konyhába. Róza néni ott ült, már becsomagolt, mellette a spárgával átkötött utazókosár. Kérdeztem, el akar-e menni tőlünk? Azt mondta, el, és hogy kérek-e reggelit. Miért kell elmennie? Próbálkoztam még egyszer bátortalanul. Azt maga úgy is tudja. Szüleim még aludtak, őket várta, a munkakönyvét. Ült a konyhaasztalnál mereven, egyenesen, fején szorosra húzott kendő. Később azért kitakarított, összerakta az ágyakat, elmosta az edényt, de hiába volt a kérlelés, magyarázkodás, még aznap elhagyta a házunkat.